A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat makói csoportjának nagyon jó határon túli kapcsolatai vannak. Vezetőjüknek, Komár Mátyásnak így akadt a kezébe a temesvári Szekernyés János helytörténész írása Lonovics József életéről. Ekkor döbbent rá az évfordulóra, és kezdte el szervezni a megemlékezést, melyhez örömmel csatlakozott a Szélbik Miklós Egyesület, valamint a Szent István Király plébánia és a Fájdalmas Szűzanya templomigazgatósága. Ennek az összefogásnak köszönhetően jött létre az ünnepség az 1793. január 30-án született püspök munkásságára visszatekintve. A megjelenteket Páfai Zoltán plébános köszöntötte a csanádvezértéri kápolnánál, aki az emlékezés fontosságáról beszélt. Jézus ajkáról a szövegek szerint mindössze csak egyetlen egyszer hangzik el az emlékezni, emlékezett szó és kifejezés. Ez pedig a legszentebb pillanatban, nagy csütörtök este, amikor azt mondja, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre az utolsó vacsorán. Lonovics püspök ezt a mondatot minden egyes szentmisében, akkor ilyen még latinul, elmondta. Ezt követően a résztvevők elhelyezték a tisztelet koszorúját Lonovics emléktáblájánál. A kápolnában dr. Orbán Imre mondott először beszédet. Kiemelte, a Csanádi Egyház megye története arról híres, hogy azt kiváló személyiségű püspökök vezették. Közéjük tartozott Lonovics József is, aki nagy műveltséggel és saját könyvtárral rendelkezett. Egy rendkívüli nagy műveltséggel, tájékozottsággal, óriási nyelvtudással rendelkező főpapról volt szó, aki nagyon komolyan gondolta a Csanádi Egyházmegyének a török háborúk utáni újjászervezését követő továbbépítkezést, a plébániáknak a rendbetételét, a plébániai hitéletnek az ellenőrzését, és hát amennyire csak lehet a javítását. A néhai főpásztor nem csak az egyházmegyéért, de Makóiért is sokat tett. Az ő kezdeményezésére lett városunkban közkórház, ahová segített ágyakat beszerezni, sőt még a téglát is ő ajánlotta fel az építkezéshez. A megemlékezés után engesztelő szentmisét tartottak, melyet Gyulai Endre nyugalmazott püspök celebrált.